Köszönjük szépen! Igen, kettes csomagolásban van. Jó. Mosható, fertőtleníthető, mosolható. Jó. Szájmaszkok érkeznek a második Géza gimnáziumba. A város vezetése ezzel kíván hozzájárulni az érettségi zavartalan lebonyolításához. Sümegi József igazgató azt mondja, fel vannak készülve a vizsgákra. Tanulóknak a kiértesítése az épp most van folyamatban. Magának az épületnek a fertőtlenítése megtörtént, tehát ezt takarítók elvégezték. Én úgy gondolom, a vizsgabeosztás megtörtént, én azt gondolom, hogy minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk megszervezni az érettségi vizsgákat. 5 teremben fogunk érettségiztetni, ez azt jelenti, hogy egy teremben 5 diák fog ülni, tehát így bőven 2 méternél is több távolság lesz közöttük. Szájmaszkokat használunk, illetve úgy osztottuk, vagy úgy beszéltük meg most a takarítókkal is, hogy ahogyan például a WC-re kimennek, mindenki után fertőtlenítve lesznek a mosdók is. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk az érettségit lebonyolítók egészségének védelméhez is hozzájárulni, ezért a második Géza gimnázium végzős tanulóinak, illetve az érettségit lebonyolító tanároknak is biztosítunk szájmaszkot, ezzel kívánva nekik sikeres érettségit is, és természetesen, hogy a védekezést is szolgáljuk vele. Eközben a polgármesteri hivatalban az idősek számára csomagolják a védőfelszereléseket. A város egy helyi vállalkozást keresett meg arra, hogy 2000 maszkot készítsen el. Mind az országra, mind pedig minden települési önkormányzatra igen komoly feladatot ró most a veszélyhelyzetben történő feladatellátás, és mi is a magunk módján mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a város lakóit segítsük, illetve próbáljunk olyan intézkedéseket hozni, ami a járványnak a továbbterjedését gátolja. Ezért született meg az a döntés, hogy minden 65 év feletti bátaszéki állampolgár számára 2 darab szájmaszkot biztosít a város önkormányzata térítésmentesen. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni a járványnak a csökkentéséhez, vagy továbbterjedésének a csökkentéséhez. Az elkövetkezendő napokban mindenkinek a postaládájába, minden érintettnek a postaládájába bekerül ez a szájmaszk. Továbbiakban is azt mondjuk az idős polgárainknak, hogy amennyiben nincsen nagyon-nagyon sürgős tennivalójuk, lehetőség szerint maradjanak otthon, de ha mégis el kell hagyják az otthonukat, akkor használják az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott szájmaszkot, mind közterületen, mind pedig az üzletek látogatása során, mert ők így tudnak hozzájárulni a védekezéshez és a járvány továbbterjedésének megakadályozásához. Mindenképpen segíteni szerettünk volna helyi vállalkozásokon, hiszen egy olyan varodától vásároltuk meg a maszkokat, akik Bátaszéken dolgoznak, Bátaszékre fizetik az iparőrzési adójukat, és bátaszéki embereket foglalkoztatnak. Ezzel is próbáljuk egy kicsit a vállalkozásukat stabilizálni. A maszkok napokon belül eljutnak a bátaszéki idősekhez. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, amennyiben további védőfelszerelésekre lenne szükség, ezeket a helyi varodákban megvaratja a város.